Az őszi-téli időszakban sem marad virágok nélkül a város. A Gyorszol munkatársai kedden reggel megkezdték a virágok beültetését a győri belvárosban. A szakemberek mintegy 85 ezer növényt ültetnek el a napokban, zömében árvácskákat és hagymás növényeket. Nagyon szép lesz így az őszi-téli időszakra és a város. Ezeket folyamatosan gondozni kell, tehát az, hogy elültetjük, nem ért véget a munka nyilván. Ilyenkor őszi-télen nem különösebben kell majd öntözni, mint mondjuk egy nyári időszakban. Akkor viszont nagyon sokat kellett öntözni, száraz időszak volt, viszont lehetett látni, milyen szép volt akkor is a város. Akkor több mint 100 000 egy nyári palánta volt kint. Nagyon szépen nézett ki a környezet, viszont folyamatosan ugye öntözni kellett. Most itt egy kicsit más ilyenkor az őszi-téli gondozás, karbantartás, de ezen kívül is egyéb tápanyagokat adagolnak a növényeknek, ami folyamatosan majd gondozza őket, és hát a kártevőktől is megvédi. Ezeket később fogják majd kitenni a szakemberek. A munkálatok nem csak a belvárosban, hanem a többi város részben is zajlanak majd. Itt a belvároson kívül többi városrészeket is érinti a virágosítás, a körforgalmakban is fogunk ezekkel találkozni, a temetőkben is, ahol virágágyások vannak, ott is meg lesznek csinálva, úgyhogy azt gondolom, hogy a őszi-téli időszakra szép lesz a város. A virágok ültetése várhatóan 6 napig tart.